Egy étteremben minden fogásnak ára van, csak hogy ezt az árat a földnek is meg kell fizetnie. Erre próbálja meg felhívni a figyelmet egy bristoli étkezde, a kantin. A menün nem csak az szerepel, hogy hány fontba kerül az adott étel, vagy hogy mennyi kalória van benne, hanem az is, hogy mekkora a karbonlábnyoma. Egy joghurtos céklasaláta elkészítése csak 16 g széndioxidot termel, míg egy tabulé és padlizsáné ennek a 20-szorosát. Egy steak persze ennél is környezetterhelőbb lenne, ha lenne. Ez ugyanis egy vegán étterem. A klímaválság miatt az emberek manapság sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy mit fogyasztanak. Reméljük, hogy ezzel az apró lépéssel is ösztönözzük a kormányt arra, hogy korlátozza a környezetszennyezést, magyarázta az új étlap megálmodója. Egy átlag brit éves karbonlábnyoma 10 tonna. Ez addig hangzik soknak, míg nem tudatosítjuk magunkban, hogy egyetlen hamburger előállítása 3 kg CO2-t termel. Ahhoz, hogy az Európai Unió 2050-re elérje az általa vállalt klímasemlegességet, nem elég a közlekedési és energiafelhasználási szokásainkon változtatni. Arra is oda kell figyelnünk, hogy mit eszünk.